Köszöntöm a Korhatártalanul nézőit, és nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Huszári Katát. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és örülök, hogy itt lehetek veled. Sok-sok évvel ezelőtt találkoztunk már személyesen, de most felvettük a fonalat, és egy pillanat alatt azonos hullámhosszra kerültünk, mert kiderült, két bölcsészül itt, kedves nézők, kiderült ugye, hogy matekból és fizikából te se hősködtél, és én se dicsekedhetek. Úgyhogy, és a fiat kapcsán került ez szóba. És gyanítom, hogy fogunk találni még néhány közös pontot. Mindig is inkább ilyen bölcsész beállítottságú voltál? Abszolút, abszolút. Én gyerekkoromtól nem is tudom, hogy mikor kezdtem el olvasni, de én onnantól fogva csak arra emlékszem, hogy egyik könyvet a másik után, hogy anyukám mindig veszekedett velem, hogy gyere már, mert kihűl az ebéd, most már lekapcsolni a villanyt, mert nem fogsz tudni holnap felkelni. Úgyhogy én olvastam mindent, ráadásul hát azért otthon elég komoly könyvtár is volt, és anyukám mindig azt mondta, hogy könyvet sosem szabad abba hagyni, tehát hogy akkor is rágd magad végig rajta, hogyha ha túl bonyolult, vagy hogyha nem érted, vagy nem tetszik igazán, mert nem tudhatod, hogy végül milyen lesz. Úgyhogy én ezzel is meg vagyok áldva, vagy verve nézőpont kérdés, tehát azóta se hagytam abba könyvet. Akkor most is olvasol nyilván? Most is olvasok, igen. Hogy vagy? Ezzel akartam kezdeni, csak rögtön tettünk egy kis kitérőt. Igen, jól vagyok, jól vagyok. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy nagyon jól vagyok. Tudod, ilyenkor szokták azt mondani, és ha bővebben kérdezem. Bővebben is jól vagyok, jó. Tehát olyannyira jól vagyok. Nehéz, most nagyon-nagyon sok. Én azt gondolom, hogy hozzád hasonlóan nagyon pörgős vagyok. Tehát hogy én szeretem, hogyha így történnek körülöttem a dolgok, hogyha mindenfélét csinálhatok, ha nem csak egy dolgot csinálhatok, hanem sokféle dolgot csinálhatok, és most úgy érzem, hogy egy picit talán túlvállaltam magam. Az nem baj. Tehát hogy ez most egy picit még nekem is sok, de nagyon-nagyon jól vagyok, és nagyon furcsa, hogy hát beszéltük itt az elején, hogy igen, most már én is túl vagyok az 50-en, 53 leszek. Igen, én ezt nem a nézőknek mondom, hogy kénytelen voltam megint papírceruzát elővenni, hogy leírjam, hogy biztos annyi az annyi. Hát annyi. Nem, lehet, hogy rossz voltam, de ez annyi. Úgyhogy én így azt gondolom, hogy nem, én ezt így vállalom, jól vagyok a korommal, és azt gondolom, hogy nekem így ez az 50 pluszos időszak, ez valami újat nyitott. Mm. Tehát, hogy egy csomó jó dolog történt velem azóta, és egy csomó mindenben azt gondoltam, hogy ezt most már így mondják, hogy reziliencia, meg ilyen idegen szavak, hogy az ember rugalmas, de hogy ez tényleg lényeges. De hogy közeledtél hogy az 50 felé, volt benned valami félelem, nem. Hogy hűha? Nem. Fura. Egy csomó barátnőm volt úgy, hogy új, 30, új, a 40, az 50-nél teljesen depressziós voltam, mondták nekem sokan. Én meg úgy valahogy nem, de hozzáteszem, hogy egyébként én mindig, most már elég régóta azt követem, hogy mindig, amikor elmúlik egy születésnapom, én onnantól fogva a következőt mondom. Tehát, hogy ha 50 éves voltam szeptemberben, akkor én októberben már azt mondom, hogy én 51 vagyok. Igen. És akkor így azt gondolom, hogy van egy éven megszokni ezt a változást. Nem rossz szokás. Ugye téged színésznőként ismert, igen, meg az ország, és akkor egy picit erről a korszakról, vagy a kezdetekről beszéljünk. Mert nagyon lendületesen indult a pályád. Egyáltalán miért akartál színésznő lenni? Kérdezem ugye ezt egy olyan család lányaként, ahol édesapád Huszárik Zoltán rendező, édesanyád Nagy Anna színésznő, majd róluk később egy kicsit szeretném, ha beszélgetnénk. Tehát te miért választottad ezt a pályát? Én azt hiszem, hogy nem sok köze volt ehhez anyunak és apunak. Annak ellenére, hogy azért nyilván gyerekként láttam azt, hogy milyen a színház, és azért ebben nagyon-nagyon sok vonzó dolog van, de kamaszként én ilyen kis okos tojás voltam. Mindenen gondolkodtam, és így többek között azon is, hogy milyen fura, hogy az embernek így van ez az egy élete, és hogy én most még vagyok 15 vagy 16, és hogy még így mennyi minden lehet, és aztán ezek a lehetőségek minden egyes választásommal egyre inkább fogynak, és hogy ez milyen rettenetes kitolás.
Tehát, hogy akkor nekem hova lesznek a nem választott választásaim? De érdekes. És én azt gondolom, hogy ennél nincs jobb megoldás. Szóval a színháznál erre a problémára nincs jobb megoldás. El lehet játszani a nem megélt életeimet. És amikor egy-egy szerep hozzád jutott, vagy egy szereppel megkerestek, vagy egy szerepet kiosztottak rád, milyen érdekes ez is, hogy a színészek a legritkábban maguk döntik el, vagy maguk döntik el? Igen. Ugye? Most hát, hogy saját maguk határozhatják meg, hogy mit játszanak, és sokszor nem is jó. Képzeld. Tehát ebben ez a fura, hogy az ember úgy vágyik valamire, hogy azt de szeretném eljátszani, és az mennyire nekem való, és sokszor az, ami túl közel van, arra nincs rálátásod. Az olyan, mint hogyha ilyen közelről néznéd a tenyeredet. És az a távolság, ami az ember személyisége és a szerep között van, az fontos és kell is. Na, de te valahol erről is meséltél, hogy azért, amikor egy-egy szerepen dolgozni kezdesz, igen, akkor nagyon sokat merítesz saját magadból. Nem mindenki van ezzel így, mert van, aki a szakmaiságára épít. Én nem tudom, hogy ők hogy csinálják. Tehát én olyannyira abban hiszek, hogy kell az élet, kell az én életem, kellenek a történéseim, és ez olyan, mint egy spájz, amiben én berakom a kovászos uborkát, a sárga barack lekvárt, a fagyasztott zöld borsót, meg a csirkecombot is a fagyasztóba. És amikor nekem lesz egy szerepem, ahol zöld borsóra van szükségem, akkor én tudom, hogy hova kell nyúlnom, vagy hogy melyik polcon tartom a baracklekvárt. És volt olyan szereped, amikor a spájzban nem találtad a megfelelő befőttet, savanyúságot, zöldséget? Volt ilyen? Előfordul, de az egy tudás, hogy az ember tudja, hogy akkor is ott van az, csak meg kell keresni. Tehát valahova azt én már beraktam, csak éppen nem találom, vagy éppen nem szívesen szembesülök azzal, hogy mondjuk a spájz sarkát nem takarítottam ki. Ez jó. Nem fogunk végig sétálni a pályádon, de nagyon érdekes volt nekem azzal szembesülni, hogy te kétszer is valami olyan döntést hoztál a pályádról, ami általában ellenkezőleg szokott lenni. Tehát mondjuk valaki eltölt 10 évet a Szolnoki Szigligeti Színházba, és boldogan megy a katonába. Igen. Te ezt pont fordítva csináltad. Igen. Ugye? És ugyanígy volt még egy ilyen huszáros döntésed, amikor, igen, huszárikos, igen, amikor a nemzetiből, ugye hát a igen, nemzetiben a színpadon lenni, azt, én laikusként azt képzelem, hogy ez egy óriási megtiszteltetés is, és elmentél a Maladipe színházba. Igen. Szóval ezekről a történésekről, ha... Hát ezek nem csak az én döntéseim. Tehát a katonában én nagyon hálás vagyok Zsámbéki Gábornál, nekem ő volt az osztályfőnököm, őnála végeztem a főiskolát az ő osztályában, és utána ő volt az, aki szólt nagyon-nagyon hamar a 4. év elején, hogy ő szeretné, hogyha leszerződnék a katonába. Én nekem ott volt egy csomó nagyon-nagyon jó élményem, és nagyon jó találkozásom, tehát olyan emberekkel dolgozhattam együtt, akik meghatározóak voltak, és lettek aztán mind abban, amit én a későbbiekben csináltam, ha színház, ha nem. És ezért nagyon hálás vagyok. Ugyanakkor egyrészt azt gondolom, hogy a katona nem volt az én közegem, tehát hogy az egy versenyistálló, és én meg egy görcsös ember vagyok, tehát nekem nem tett jót az, hogy nem lehet hibázni, az az érzés. És ezért hibáztam is. De érdekes, ebbe be tudsz avatni, hogy mikor érzi azt egy színész, hogy ő hibázik? Hát azt az ember érzi, hogy nem olyan hogy jól tudja. Játszol, nem, vagy... nem játszik olyan jól. Uh-huh. Játszani, hát a játék, nem véletlenül mondják azt, hogy egy színész játszik. Játszani csak úgy lehet, hogy önfeledten, könnyeden. Ha az emberben görcs van, akkor már nem tud jól játszani. Tehát, hogyha ez egy verseny lesz, vagy nem engedhetem meg magamnak azt, hogy valamit ne úgy csináljak, akkor az nekem nem jó érzés. És aztán
jött a következő Zsámbéki osztály, és én úgy éreztem, hogy nekem egyre kevesebb dolgom van már ott, egyre kevesebbet gondolnak rám szerepekben. Nem volt ez jó, és akkor volt, amikor a Svajda hívott Szolnokra, és én azt gondolom, hogy az jó volt nekem az a szolnoki első néhány év. Sok mindent játszottam, szerettem is lent lenni. Lementem egy városba vendégként. Az én szülővárosom egyébként. Nem akarom bántani, de az, azért emlékszem, amikor én imádom Szolnokot, tényleg. Hát a Tiszapart és a Színház környéke. A szívem egyik csücskelet, meg az emberek is, akik ott vannak, tehát pláne nem bántanám, de azért megmaradt az az érzés, amikor erre az első darabra, amire vendégként lehívtak, és így begörült a vonaton, és megláttam a 36 emeletest ott az állomásban, és azt hiszem, hogy jó Isten, mit fogok én itt csinálni 6 hétig, és ebből a 6 hétből lett 11 nehány év. Tehát, hogy azért elég hosszan és ott megtaláltad azt a játékosságot, játék lehetőséget, ami előzőleg hiányzott? Vagy a Szabadabb, egy vidéki színházban azért mindig többfélét játszik az ember, mint amit egy budapesti színházban ránk osztanának. Ezért is volt régen ez a tendencia, hogy főiskola után mindenki vidéken kezdett. Mert ott játszott mindent. Prózát, vígjátékot, drámát, verses estet, önálló estet, musicalt, operettet, mindent. Azt is, ami nem az én profilom, vagy nem az én kedvencem, vagy nem azt gondolom magamról, de kipróbáltunk egy csomó mindent. Úgyhogy ilyen szempontból ez nagyon jó volt, aztán utána kevésbé volt már jó Szolnokon. És amikor egy döntésre készülsz, vagy kezded érezni mondjuk Szolnokon, hogy már nem volt olyan jó, vagy ugye az imént említettem, hogy Nemzeti Színház, és valószínűleg ott... A Nemzeti nem az én döntésem volt igazából, tehát én a Nemzetiben vendégként voltam, én nem voltam ott tag, vendégként hívtak. Biztos, hogy az a döntésem, hogy azt mondtam, hogy én leszerződöm a Maladipe Színházhoz, és elkötelezem magamat egy másik színháznál, azért az kilőtte annak a lehetőségét, hogy én nem vagyok szabad, tehát nincs szabad kapacitásom, nem volt szabad kapacitásom, nem is nagyon tudtam volna menni. Visszatérve ugye, mert én tettem a kitérőt, nem, én tettem egy kis kitérőt, hogy amikor így döntésre készülsz, vagy érzed, hogy döntened kell, akkor nehezen döntesz, vagy mi segít abban, hogy lépj egyet, és minél gyorsabban, mert ugye én magam is mindig azt mondom, hogy minél gyorsabban meghozunk egy döntést, sokszor annál fájdalommentesebben túlélünk valamit. Én túlhúzom, abszolút túlhúzom. Tehát, hogy én túlérlelő típus vagyok. Nagyon valószínűleg sok bennem a ragaszkodás helyekhez, emberekhez, és nagyon nehezen engedek el. Úgyhogy nekem ezek nehéz döntések, aztán egyszer csak jön valami olyan történet, amikor úgy fölhorgad az igazságérzetem, és akkor így, akkor viszont egyik pillanatról a másikra azt mondom, hogy na, itt elég, mentem, holnap. Tehát, hogy akkor nincs tovább. A Maladipe Színház, én nemrég olvastam róla, de talán a nézők kedvére egy picit mesél róla, hogy mi jellemzi, és mitől olyan különleges. Ez egy picurka kis színház. Mi a Mikszáth téren voltunk az első emeleten, hát az emblematikus Tilos az Á fölött az a lakás volt a mi bázisunk. Balázs Zoli, aki a Maladipét megálmodta, én vele annak idején nagyon sok-sok évvel ezelőtt Szolnokon dolgoztam, még színészként együtt, utána ő rendezőszakot végzett, és egy egészen semmihez sem hasonlítható, különleges világa van minden Maladipés előadásnak, ami nagy teret enged az ember kreativitásának, nincsenek határok, tehát, hogy bármit lehet, és ugyanakkor hát azért a Zoli egy nagyon-nagyon okos és jól tervező és jól gondolkozó rendező. Maladipe szónak egyébként van valami? Találkozások, igen. Hát ez eredetileg egy roma-magyar színházi közös munkából kezdődött el, és jött létre ez a színház, úgyhogy ezért van egy lovári neve. Amit olvastam róluk,
mármint a színházról, lehet, hogy külföldön jobban ismerik, mert ezt olvastam, hogy különböző színházi fesztiválokra, meg különböző alkalmakkor hívják, vagy hívták, igen. Nem tudom, hogy most mennyire. Hát most elég nehéz. Uh-huh. Igen. De nyilván nemzetközileg azért a Maladipe egy számon tartott színház, pontosan azért, mert nagyon, nagyon egyedi az a megközelítés, és a színháznak az a módja, ahogyan a Maladipések játszanak. Egyszerre hozza ezt a klasszikus Sárga Backlekváros történetet, és valami egészen mást is. Színház, film, szinkron, kiteljesedtél, ezt mondhatjuk? Nem. akkor nem, így még álljunk meg. Nem, én nem érzem úgy, hogy kiteljesedtem volna. Valószínűleg ez alkati kérdés is, tehát hogy nem... Szóval mindig keresnék új dolgokat, és megpróbálnék más dolgokban is kiteljesedni. Másrészt pedig azért azt gondolom, hogy elég sok éven volt a Katonában is, meg Szolnokon is, amikor nem játszottam el szerepeket. Na most egy színésznél ez mindig egy fájdalmas dolog, mert változik a testünk, változunk mi, öregszünk, és egy idő után azok a dolgok, amik lehettek volna, azok úgy elmennek, és az ember csak néz utána, mint egy áthaladó vonat után. Mm. És van olyan szerep, amire vágytál, és sajnálod, hogy nem adatott meg? Hát van. Az Elveszett paradicsomot például nagyon szerettem volna eljátszani, szerintem nagyon az én szerepem is lett volna. Ugyanakkor meg eljátszottam két márai szerepet is, a Kalandban Annát, és az Eszter hagyatékában Esztert, és mind a kettőt, az mind a kettő ilyen ajándéka az életemnek. De akkor nem keletkezik valahol mégis egy egyensúly, hogy az nem adatott meg, de ugyanakkor megkaptam valamit, amire soha nem gondoltam, és szép feladat volt? De nincs bennem uh-huh. elégedetlenség. Tehát nem azt érzem, hogy én befutottam úgy, mint színész, és hogy nem lett volna még nagyon sok minden, amit szívesen eljátszottam volna, kipróbáltam volna, csináltam volna, de nincs bennem elégedetlenség. Uh-huh. Az, hogy szabadúszó lettél, ugye, valahol itt a Covid tájéken? Ó, igen. Igen, ez... Rettető jó ütemérzékkel, úgy gondoltam, hogy akkor én elmegyek szabadúszni. Ja, először meghoztad a döntést, hogy szabadúsz, és utána lett Covid. Igen. Akkor ez nem biztos, hogy egy jó hát nem, döntés nincs volt. Nincsenek így véletlenek, azt hiszem amúgy, de... De akkor megint csak itt a kérdés, mert akkor még nem tudtad, hogy Covid, tehát amikor a szabadúszást választja valaki, igen. Ugye... Te mit vártál tőle? Az hozhat sikert, hozhat kudarcot, hozhat sok nehézséget, hozhat sok újdonságot. Tehát te miért azt választottad? Ez sem egyértelműen az én választásom volt. Tehát most lassan azért kiukadunk oda, hogy tulajdonképpen egyetlen döntésem sem volt döntésem, hanem nem volt más helyzet. Én a Maladipében a munkát nagyon szerettem. Ez egy teljesen másfajta munka volt egy alternatív kis lakásszínházban, mint amihez én addig szoktam, és én azt éreztem, hogy ha valamikor, akkor nekem muszáj is kipróbáljam magam. Eltöltöttem tizenvalahány évet Szolnokon egy színházban, ami abszolút ezt a klasszikus vonalat képviselte, és azt éreztem, hogy nekem most kell valami kihívás, és kell valami, ami valami egészen más. Na, Balázs Zoli és a Maladipe, az valami pont egészen ilyen. Más volt. Úgyhogy én azt nagyon szerettem, nagyon nehéz feladat volt, nagyon megterhelő, rengeteget próbáltunk, és hát ott nincsen színházi háttérszemélyzet, tehát ott a díszlet beépítése, a jelmezek karbantartása és mosása, a színház takarítása és a jegyszedés is a mi dolgunk volt. Voltunk rá öten. Ez azért jó kis egócsiszoló is, nem? Ez alázatra tanít. Yeah. Ez alázatra tanít. Szerintem egy független színházban csak az dolgozik, aki tényleg nagyon akar valamit a színháztól, és akkor ez egy erős szűrő is, mert akkor ott biztos lehetsz abban, hogy itt mindenki... ben ugyanaz a szándék van. És akkor most nem tudom, hogy jutottam ide. Ja igen, hogy nem az én döntésem, mert hogy a Maladipében még volt egy gyönyörű bemutatónk, a Trójai Nők, amit bemutattunk februárban, majd játszottunk 6 alkalommal, és utána beázott az egész hely, szétázott az összes technika, a díszlet, a jelmez, és ott voltunk egy teljes bizonytalanságban, hogy megszűnt a bázis,
nem tudtunk előadásokat tartani, és akkor úgy éreztem, hogy hát nekem azért itt van egy gyerekem, meg van felelősségem, meg el kell tartanom, és hát mit tudom, akkor az emlő már kiszámoltam, hogy maradt 38 ezer forintom egy hónapban az életre, miután kifizettem a járulékaimat, utána hogy azt éreztem, hogy ezt nem tudom már így vállalni. Tehát ennyiben volt az én döntésem. De azért érdemes itt egy picit megállnunk, mert mintha egy picit most így mentegetőzni, hogy nem is mindig te döntesz, hanem akkor. Tehát van olyan, és vagyunk olyanok is, akik nem mintha buldózer megyünk előre mindig újabb és újabb célokkal, hanem van, amikor ez a bizonyos sors is segít nekünk abban, hogy mozduljunk, nem? Biztos, biztos, hogy én hiszek abban, hogy nem történnek véletlenül a dolgok, hogy valamiért ennek pont így kellett lenni. Ugyanakkor nem vagyok ennyire passzív sem, mert egy csomó szituációban én azt szoktam mondani, hogy olyan vagyok, hogy én gyáva vagyok, én nem vagyok egy bátor ember, nem ugranék le a bungee jumpinggal a híd tetejéről, mert tériszonyos vagyok. Ugyanakkor meg az életemben egy csomó mindent csináltam, ami nagyon bátor volt, sőt, igazából vakmerő. Tehát, hogy én úgy ugrottam, hogy jó, akkor megyek, és mire már megijedtem volna, addigra már azt mondtam, hogy én már mentem, és már azt mondtam, hogy igen, akkor már csinálni kell. És ilyen volt talán a tévé és a televízió abszolút, is? Abszolút. Nem is annyira, tehát az elején emlékszem, hogy valahogy a tévé megtalált közvetlenül a főiskola elvégzése után, és hát az még nem volt egy nagy feladat, de hát ott ilyen kis felkonfokat kellett mondjak, és rettenetesen izgultam, tehát kezem, lábam remegett, hogy én nekem most itt ezt így el kell mondanom, és értelmesen kell beszélnem. Aztán volt egy élő szilveszteri műsor ezután, ami azért egy elég merész vállalkozás volt, és aztán igazából volt egy-két élő műsor, ami nagyon sokat segített nekem. Meg a gyerekem az, hogy így átsúlyozódtak dolgok az életemben. És a tévés műsorvezetés ugye most is vannak feladataid. Egy műsor van, igen? Amit én vezetek, ez a Multiverzum, ez egy tudományos magazin. Én rettentesen hálás vagyok érte. És ezt szereted is, nagyon. És most már nem remekezed lábad, nem, már elmúlt. Benne, igen. Már elmúlt. Hát ugye Huszárik névvel élsz itt közöttünk, és két csodálatos embernek a gyermekeként viseled ezt a nevet. Ugye édesapád, és akkor most a nézőknek, ha mégis nem mindenki emlékszik feltétlenül, ugye édesapád filmjei közül mégiscsak a Szinbád az, amit a legjobban ismerünk. A húgom azt mondta, mondjam el neked, hogy ahányszor a tévé vetíti, ő mindig megnézi. Egyébként azt a filmet ő akkor csinálta, amikor te születtél, ugye? Igen. Hát én ott a hámori tavon, mert ott korcsolyázom anyukám hasában, csak még nem látszik. És édesanyád pedig ugye Nagy Anna, színésznő, őről mindig a pacsirta jut eszembe, ugye abban olyan túlzóan elcsúfították, igen, a te csodaszép anyukádat, hogy ugye valahol olvastam, hogy Kámban mindenkinek leesett az álla, igen, hogy ez a csodaszép nő lenne az, aki a pacsirtában ugye játszott azt a szerepet. No, hát a szüleidről egy kicsit azt gondolom, hogy beszélgessünk. Tehát édesapádra te mennyire emlékszel? Emlékszem rá, de hát nem, nagyon, nagyon kevés időt töltöttünk mi együtt, és nem csak azért, mert nagyon fiatalon halt meg, 50 évesen, én voltam 10 éves, hanem azért is, mert nem élt velünk. És ő nem volt egy kifejezett apatípus, tehát ő azért nem volt az, aki így hétvégente jön, és akkor elvisz az állatkertbe. Nem, jobbára inkább nem jött. Nekem egy nagyon szoros kapcsolatom volt és van az anyukámmal. Ő volt a család, nálunk így valahogy az egész család, hogyha nagyon-nagyon bőven számolom, akkor 5 ember, de akkor már nagyon tágan vettem a család fogalmát, és hát anyukám nevelt. Én tulajdonképpen azt hiszem, hogy neki köszönhetek nagyon-nagyon sok mindent, ami van bennem, érdeklődésben, gondolkodásban, kíváncsiságban is, annak ellenére, hogy nagyon más a kettőnk természete. Tehát én úgy érzem, hogy inkább apukám természetét örököltem, de egy csomó mindent viszont anyutól kaptam.
Akkor úgy kérdezem, hogy és mennyire ismerted meg édesapádat édesanyád által? Mert valószínűleg ő mesél róla. Tehát valami képet csak kialakult az apukádról. Hát ő sem mesél olyan nagyon sokat, vagy ő sem mesélt olyan nagyon sokat, ellenben nagyon sokan meséltek apukámról nagyon sokat, akik így ismerték apukámat, és ráadásul ő neki egy olyan személyisége volt, ami nagyon nyitott volt, nagyon közvetlen volt, a legkülönbözőbb helyeken is otthonosan tudta magát érezni, és otthonossá tudta maga körül tenni a dolgokat, és ettől nagyon sok barátja, vagy nagyon sok olyan ember volt, aki közel érezte magához őt, úgyhogy nagyon sok történetet hallottam apukámról. Ezek azért szépek, mert szerintem mondjuk így a kétharmada igaz lehet, az egyharmada nem az. De a nem az történetek is legalább annyira igazak, mint az igazak. Hát persze. Tehát ezek ilyen legendaszerű történetek, és nem is az érdekes benne, hogy ezek megtörténtek-e, hanem azt hiszem, hogy megtörténhettek volna. A Szindbádot azt mikor láttad úgy először, mondjuk, amikor úgy valami el is jutott hozzád a filmből? Gyerekként az egészen biztos, de az eléggé jobban megmaradt az én fejemben, mert az sokkolt. Tehát, hogy azon emlékszem, amikor legelőször láttam, azon zokogtam. Nyilván a lovak miatt, meg azért annak van egyfajta brutalitása is annak a filmnek, de azt hiszem, hogy a brutalitásán túl is így megéreztem valamit, amiről a film valójában szól, és az viszont nagyon megérintett. Nem tudom, a Szindbáddal kapcsolatban olyan érdekes, mert nem is az én első élményem van a fejemben, hanem a fiamé, aki egészen kicsi volt, amikor meghívtak bennünket Wroclawba egy filmfesztiválra, ahol vetítették az apu filmjeit is, és az egyik vetítés előtt kellett, vagy szerették, hogy volna, hogy egy pár mondatot mondok, és miután a gyerekem akkor volt, hát szerintem még nem volt egy éves, mondtam, hogy hát én szívesen megyek, de csak úgy, hogyha jön a család, és mert én most nem fogom otthon hagyni a fiamat. Úgyhogy a gyerekem jött ilyen kis pelusos, karonülős, újszopos mi voltában, és hát ameddig beszéltem, addig az édesapja megfogta, és aztán utána elkezdődött a Szindbád, és hát tudtam, hogy egy éves gyerekkel nem fogjuk tudni végignézni a filmet, hanem ott hátul, ott a hátsó kijáratán megálltunk, és egy darabig néztük a filmet, és azt láttam, hogy az én egy éves gyerekem, így, hogy elkezdődik a film, az így megáll az ujja a szájában, így kikerekedik a szeme, és így puff. Na, és ez egy erős élmény volt, hogy valahogy így tovább adódik minden. Azt is elárultad valahol, ugye a filmnek egy ilyen, hát nem is tudom, klasszikus, legendás jelenete, amikor a velős csontot ugye ott a igen. Hogy meg tudod főzni a jó húslevest velős csonttal? Tudok, nagyon jó húslevest főzök velős csonttal. De a családom számon fogja kérni rajtam, hogy mikor csináltam utoljára. Képzeld el, hogy meg tudom csinálni, igen, de elvittem egyszer a fiamat az egyik óbudai kis vendéglőbe, a Krúdi étterembe, és direkt azért vittem el, mert hogy láttuk a Szindbádot, és láttuk a velős csontot, és hát ezt a fajta milliót, és akkor mondtam, hogy gyerek, elviszlek oda, és eszünk húslevest. És megérkeztünk, és leültünk, ott van a Latinovics képe az asztal fölött, mi leültünk oda, kikértük a két húslevest, a velős csonttal, szalvéta, és hát én, ahogy így a filmben láttam, megfogtam a szalvétával, és így jó nagyot rácsoptam, mire a csontból a velő, az így egyenletesen terítette a falat, a ruhánkat, az abroszt és mindent, és a pincér ilyen nem tudta, hogy kik vagyunk, mondjuk nem számított volna, de ilyen finoman odajött, és mondta, hogy hát azért hoztuk ezt a pálcikát hozzá. Ráadásul szerintem kimoshatatlan. Hát egy jó zsíros. Tartalmas. A fiadról mondj még, ugye a mai találkozásunk első pillanatában róla kezdtünk beszélgetni, talán még kamerán kívül is, hogy ő most készül ugye érettségire, és visz valamit ebből a családból, örökölt valamit, amiben ő majd szeretne aztán
valamit megvalósítani? Hát remélem, hogy visz valamit ebből a családból. Minden gyereknek szerintem van egy olyan időszaka, amikor az ember úgy azt érzi, hogy hát dobálom a belevalókat, de hát egy ilyen feneketlen kút elnyeli, és semmi nem látszik belőle. Igyekszem, hogy erre emlékeztetni magam, hogy de azért az ott van bent. Tehát, hogy az majd előbb-utóbb előkerül, nem tűnik el nyomtalanul. Nem, most nem vagyok igazságos egyébként, ez jó néhány évig így volt, de most Gergő 19 lesz, 18 és fél, most fog érettségizni, és ő hát egy ilyen harántimpulzusnak köszönhetően elment egy kadétiskolába tanulni. Hál' Istennek most már nem akar katona lenni, nekem minden százszor felállt a hátamon ettől, de egy 14-15 éves fiúgyereknek nem lehet azt mondani, hogy nem, mert hogy azt akkor annál inkább, meg egyébként is, tehát hogy én nem mondhatom neki azt, hogy az ő életével mi legyen, vagy mi ne. De hát most már nem, gondolkozik egy csomó mindenen, én azt gondolom, hogy ő is egy későn érő típus, nem tudja még azt, hogy pontosan mifelé megy az út, neki lesz még egy plusz éve a következő év, és ezzel nyerünk is még egy kis időt, viszont elkezdett futni, most másfél évvel ezelőtt ezt ő találta ki saját magának, hogy ő futni szeretne, úgyhogy elment a Vasasba, mi Csömörön lakunk, és oda jár heti 5-ször edzésre. Ja, tehát komolyan, nem csak úgy. Nem, rövid távot, meg most 60 gátat, meg nem tudom, és hát én csak így lenyűgözve figyelem ezt a fajta kitartást, úgyhogy remélem, hogy nem tudom, valahol majd ezek a dolgok így egybe találkoznak egyszer, még nem tudom, hogy hol, én is olyan kíváncsian várom, de nagyon jó fej, nagyon érzékeny, nagyon jó emberi készségei vannak, úgyhogy hát azért vannak itt tartalékok. Nagyon szép az, ahogy te szeretnéd édesanyáddal együtt édesapád emlékét őrizni, ugye Domonyban a művelődési ház viseli a nevét. Nem tudom, a szülői házat sikerült, ne is kérdezzem, nehéz ügy. Nagyon. Mindig vannak ilyen felcsillanó remények, hogy egyszer abból lesz valami, de hát 2006-ban halt meg nagymamám, azóta az a ház ott áll üresen, és hát egy ház, amit nem laknak, annak romlik az állapota. Rettenetesen nehéz dolog ez. Azt mondtam, hogy úgy kezdtük mi ezt az egész alapítványt az édesapám hagyatékának és emlékének megőrzésére, hogy nagyon naivak voltunk, és olyan, mint hogyha egy mamutfenyőnek álltunk volna egy bicskával, vagy nem tudom, meg hát tudatlanok is. De azért nem hiába való ez a munka, nem sikerült a házat rendbehozatni, remélem, hogy majd egyszer csak történik egy csoda, és akkor ott azért lesz egy emlékház, de ugyanakkor azért azt hiszem, hogy mégis elértünk egy csomó mindent, mert voltak beszélgetések, voltak filmvetítések, létrejöttek kiállítások, tehát hogy azért itt történtek dolgok szerencsére az elmúlt években. Most az villant át rajtam, hogy a színművészeti egyetemen például tanítják édesapád művészetét? Hát én remélem, hogy igen. Például a Nemzeti Filmarchívumnak van egy oktatást segítő program, én most nem fogom tudni neked megmondani a nevét, amiben benne van az apu filmje is, tehát tanárok azok megmutathatják, akár egy irodalomóra keretén belül is lejátszhatják a filmet. Édesanyádról azért szeretném, ha még úgy beszélnénk, mint persze, művészről, és nem feltétlenül csak úgy, hogy édesanya, bár az a legnagyobb és legfontosabb szerep. Hát az én laikus véleményem, meglátásom, hogy ő nem teljesedett ki művészként. Ez az ő döntése is volt, vagy valahogy a sor, fogjuk megint a sors alakult így? Hát ez többféle tényezőből adódott össze, bár hát ez is annyira nézőpont kérdése, hogy mit nevezünk kiteljesedésnek és teljes pályának. Anyu nem érzi annak, tehát hogy ő benne sok keserűség és elégedetlenség és hiányérzet maradt. Ugyanakkor meg, hogyha mondjuk így az én generációm oldaláról nézzük, vagy esetleg egy következő generáció oldaláról, azért az, hogy anyu eljátszott
3 olyan filmet is, ami mind a 3 hát klasszikussá vált, és ami ott is marad már, és nem fogják elfelejteni, azért az szerintem mindenképpen egy siker. Anyunak nehezebb természete volt, ő konfrontálódó, ő kicsit élesebb, ő öntörvényű, iszonyatosan erős igazságérzet van benne, nagyon rosszul bírja ehhez mérten az igazságtalanságot. Én mindig azt mondtam, hogy ha van szerep, amit rá kellett volna osztani, az nem egy női szerep, hanem az egy férfi szerep. Ő neki Kolhász Mihályt kellett volna játszani, mert ez a temperamentum van ott bent. Na most ez azért nem könnyíti meg az emberek életét. Mm-hmm. És akkor inkább ő döntött úgy, hogy nem. Hátrébb lép. Nem, vagy nem, az nem. Emberek... hát olyan helyzetek mm-hmm. sorozata követte egymást, hogy ő nem is tudott előrelépni ebben. Nehezen éli meg, és most már jó ideje nem is akar dolgozni, tehát hogy ő így húzott egy vonalat, és azt mondta, hogy ő nem, és nem akar már színpadon lenni, de annyira nem, hogy már interjúra sem jár. Uh-huh. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy nem, ő nem megy többet. Kata, két ilyen ember gyerekének lenni, ez lehet áldás, lehet nehézség, de hogy éled meg, hogy egy Huszárik és egy Nagy Anna lánya vagy. Mm. És a pályán is ez segített esetleg, vagy épp hátráltatott, de leginkább az érdekel, hogy a lelkedben ennek van különbség az áldás és a segítség között? Vagy a nehézség között? Mm-hmm. Szerintem nincs. Szerintem attól vagyok az, aki vagyok, hogy igen, voltak nehézségek, és nagyon nem volt könnyű egy csomó minden. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy ne lehetett volna egyszerűbb, vagy könnyebb. De ugyanakkor nem adnám ezeket a nehézségeimet, tehát hogy ezek annyira hozzám tartoznak, és annyira általuk lettem az, aki én lettem, hogy én ezeket nem adom. Mm-hmm. Ezért kérdezem, hogy nem hiszem, hogy nehézség és áldás, hát... A nehézség sokszor a legnagyobb áldás. Az egy másik dolog, hogy amikor éppen az ember bent csücsül a nehézség közepében, azt nem mindig érzi áldásnak, de attól még az. Hát hiszen mindig a nehézség csiszol rajtunk a Igen. legtöbbet. Azért terelem tovább a beszélgetést arra, amit most fogok kérdezni, mert erről azért szoktál beszélni, Igen. mesélni, hogy a hitnek milyen szerepe van az életedben. Hát, én hívő vagyok, és nem tudom, hogy mennyire klasszikus értelemben, és azt sem tudom, hogy mennyire fontos az, hogy az ember klasszikus értelemben legyen hívő. Én azt gondolom, hogy rend van, és hogy ha ezt a rendet valaki Istennek hívja, vagy bármi másnak, akkor az úgy is jó. Én evangélikus vagyok, de alapvetően én azt gondolom, hogy nem is tudok nem hinni. Annyira egyértelműen érzem azt, hogy létezik a gondviselés, hogy ez már nem is hit, hanem inkább valami bizonyosság. És ez segít, amikor nehéz? Hát nem akarok kamuzni, tehát hogy azért sokszor nem. Mert olyankor, amikor az embernek nehéz, akkor sokszor semmi másra nem tud figyelni, csak arra, hogy most nehéz. Annyiban segít, hogy most már, amikor nehéz, akkor próbálom magamat emlékeztetni arra, hogy tudod, Kata, múltkor is így volt, és jó lett belőle, tehát, hogy ez, amit most annak gondolok, és az is, mert érzem, fáj, rossz, szorít, az jó felé visz. Na, az segít. Uh-huh. Ezt csak a zárójelben hadd jegyezzem meg, amikor az idősödésről tartok előadást. Pont ezt szoktam mondani, hogy nekünk, idősödőknek már annyiféle módon van tapasztalatunk arról, hogy igenis mindent túl lehet élni, mindent meg lehet oldani, minden nehézségen túl lehet, mert
Mert annyi ilyen tapasztalatunk volt már. Most egy pici kitérőt tettem némi. Hát, ha csak az idősödésem múlna ez, mert azért nézd meg, hogy hány olyan idős ember van, aki viszont beleragad egy problémába, és nem tud tovább lépni. Tehát, hogy azért itt valami azért kell még ahhoz azon kívül, hogy az embernek az évei száma gyarapodik. Valami összetevő kell még ehhez. Beszéljünk egy kicsit a jelenről, mert valami hihetetlen, ugye valahonnan innen indultunk el, hogy annyi minden van az életedben, és annyiféle és sokszínű dolog, ugye egyrészt meghívtál, van egy beszélgetős műsorot Csömörön, vezetsz műsort tévében, és amikor a telefonon beszéltünk, mondtad, hogy épp most kezdesz majd tanulni valami újat, mit? Hát már el is kezdtem, sőt, most már mindjárt a szakdolgozatomat kell leadni, amit még nem tudom, hogy fogok összehozni, mert nagyon kevés az időm. Ez a Covid-hoz köthető. Tehát ott ültem szabadúszóként egy gyerekkel, bezárva egy egyébként nagyon ideális helyzetben egy házba, úgy, hogy nem nagyon mentünk ki, és hogy februárban 2 hét alatt lemondták az összes munkámat. Sok lábon álltam, tehát, hogy sokféle dolgot csináltam, nem én voltam ennyire okos, hanem valahogy így hozta az élet, és 2 hét alatt így februárban azt mondták, hogy hát július végéig semmi. És ilyenkor persze az ember fejében elkezd ketyegni a pénztárgép is, hogy akkor most mi lesz, mi fog történni? És hát időm volt, nem jellemző módon akkor, és akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy oké, én akkor voltam így az 50-es éveim elején, ha jól számolom, kb. és azon gondolkodtam, hogy oké, akkor ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsítve, mi az én tudásomból, ami pénzé tehető? Tehát abból, hogy valaki színész, azzal én hova tudok elmenni, vagy mit tudok csinálni. Drámapedagógus rengeteg sok van. Gyerekekkel is lehetett volna foglalkozni, vagy valamilyen színjátszókört tartani, ez mind ott volt opcionálisan, de azért valahogy úgy voltam vele, hogy persze el lehet menni a McDonald'sba is eladónak, meg egy csomó mindent lehet csinálni, és nem törik le a kezem. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy ha kell, akkor majd takarítok. Tehát, hogy ez nem szégyen. Nem. De azért azt gondoltam mégiscsak, hogy ahhoz még már elég öreg vagyok, hogy olyasmit csináljak, ami nem igazán érdekel, vagy amiben nem tudom belerakni a magam kreativitását, vagy a magam dolgait. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy én amióta az eszemet tudom beszélek különböző helyzetekben, hol színházban, hol tévében, hol beszélgetéseken, hol szinkronban, hol meg csak úgy, de hogy én folyamatosan beszélek. És hogy ezzel kellene valamit csinálni, és hogy ezt kellene valahogy a színház vonaláról teljesen civil és laikus embereket megtanítani beszélni. Mert hogy ebben hiány van. És közben persze keresgéltem, hogy tud-e nekem valaki valahol bármit, ami munka is, amivel lehet pénzt keresni, és kaptam egy felkérést, hogy kezdjek el egy színjátszókört tartani egyetemistáknak. És elkezdtük csinálni, de az egyetemisták hol itt voltak, hol ott voltak, nem lehetett egy időre 3 embert összeszervezni, hát úgy meg nem nagyon lehet előadást csinálni, és elkezdtünk különböző gyakorlatokat végezni, amin elsősorban a beszédet célozta meg. És azt éreztem, hogy ez működik, és hogy megy. És hogy valami olyasmit csinálok, amit én szeretek, hogy hasznomat veszik, tehát hogy látom, hogy egy másik ember hogy fejlődik. Én azt mondtam, hogy én tudom, hogy ennyire jó dolog tanítani, akkor én 30 éve elkezdtem volna. Nekem nem volt igazából ilyen jellegű tapasztalatom. És aztán így azt éreztem, hogy jó, hogy én ezt így csinálom a saját szakállamra, hát nem minden alap nélkül, mert azért 30 év szakmai gyakorlat az elég sok, de hát mégsem pedagógiai gyakorlat, úgyhogy kerestem lehetőséget, hogy hol lehet ezt tanulni, és szeptemberben beiratkoztam az ELTE-re, a nyelvészeti tanszékre, ahol indítottak egy beszédtréner, beszédtanácsadó, másoddiplomás képzést, ahol most már nem sokára végzek, nagyon sokat tanultam,
nagyon izgalmas időszak volt. Eleve az a helyzet, hogy visszaültem az iskolapadba ennyi idősen, és hát nagyon remélem, hogy ebben van perspektíva, tehát hogy itt majd jönnek hozzám az emberek, és azt fogják mondani, hogy igen, én szeretnék tőled tanulni, mert az ember hitelessé válik, olyan leszek, mint az anatómiai ló. Ami már megtörténhet az emberrel beszéd közben, az hát jobbára már megtörtént velem. Tehát tudom, hogy valaki miről beszél, amikor arról beszél, hogy izgul, hogy összeakadnak a szavak, hogy dadog, hogy hadar, hogy elfelejti, hogy hol a mondat vége. Tehát egy csomó tünete van ennek, ami mind ott belül indul el, aminek meg köze van az én eredeti szakmámhoz, a színházhoz. De ez nagyon jó lesz, mert ugye milyen ideális helyzet lenne, ha aki képernyőre kerül, hogyha rögtön a szakmánkban nézünk körül, aki mikrofon elé kerül, akár saját magában ott lenne az igény, hogy a beszéd, gyét, képernyőképessé, mikrofonképessé tegye. Nem ártana. Aztán ott van a sok-sok ilyen-olyan szakmában, akiknek ugye a megnyilatkozás az egy szintén napi feladat, tehát én szerintem igenis nagyon szükség van egy jó, én beszéd technika tanáromat egy életre a szívembe zártam, mert sokat köszönhetek neki. Mondom is, Fischer Sándor Igen. volt az, aki minden másra is megtanított, mint hogy feltételezem, te se csak azt tanítod, hogy á, meg ő, meg mú, meg igen, igen. No, hát lassan majd így lekerekítjük ezt a beszélgetést, de az azért csak érdekel, hogy ebben a sokszínű, sokféle tevékenységben most hol van a színjátszás? Hát most nem tudom. Valahol a szőnyeg alatt, nem tudom. Nem gondolom, hogy ennek vége van teljesen. Azt sem gondolom, hogy fogom még úgy csinálni, ahogyan 5 évvel ezelőtt csináltam. Szerintem áthelyeződtek a hangsúlyok. Én nem szeretek kiszolgáltatott helyzetben lenni. És azt hiszem, hogy színészként ma az ember eléggé kiszolgáltatott egy csomó mindennek. Korábban is az volt, de ma különösen. És én azt gondolom, hogy szeretnék még játszani, van miről beszélnem, tele van a spájzom, tehát tudok hova nyúlni zöld borsóért és sárga barackleckvárért, de azt, hogy én egzisztenciálisan ettől függjek, és nekem olyan dolgokat is meg kelljen csinálnom színházban, amiben én nem hiszek, ahhoz már nincs kedvem. Tehát akkor szívesebben csinálok valami mást, amiben viszont hiszek. És amiben örömöd lehet. És amiben örömöm van. Az egy kérdés még, hogy én nem tudom, kívülről szemlélem ezt a világot, hogy ilyenkor, aki mondjuk szabadúszó, az arra vár esetleg, hogy valaki fölhívja a telefonon, hogy te lesz egy ilyen darabunk, nem? Vagy szerintem az ritka. Nekem kéne kopogtatni, ezt én tudom. Volt is olyan élethelyzet, amikor nagyon-nagyon-nagyon kilátástalannak tűnt, és mindenki mondta, hogy te figyelj, olyan hülye vagy, hát miért nem hívod fel? Ismered, tudod, menj el, bemutatóra, mondd azt, hogy hú, de jó volt, és most képzeld el, éppen ráérek, vagy hívtál, és ha most hallom, hogy csinálsz egy filmet, és akkor nem gondold, de... És én annyira nem ez az alkat vagyok, hogy borzalmas volt, kipróbáltam, megpróbáltam, ott volt a gyerekem, enni kellett, fölvettem a telefont, de annyira rosszul csináltam, hogy tényleg kínos lett. Úgyhogy én ennek nem tenném ki magam többet. Ha kopogtatnak, akkor ajtót nyitok, de én nem szeretek kopogtatni. És valamilyen álom, vágy, könyv, írás, munka. Tele vagyok. Tehát nekem az a bajom most leginkább, hogy a napban ez a 24 óra, ez hát inkább 72 kellene. Tehát akkor nagyjából elférne minden, amit én csinálni szeretnék, beleértve a pihenést is. Tavaly
jártam a Moméra, egy ilyen fazekas, mázas tanfolyamra, imádom, nagyon szeretnék még vele foglalkozni. Jó lenne egyszer annyi idő, hogy le tudjak ülni, igen, és írni, vagy előkészíteni például egy önálló anyagot. Most például majd lesz egy barátnőmmel, csinálunk egy, ő parfümőrnek tanul, és akkor csinálunk egy ilyen borparfüm irodalom estet. Tehát mondjuk ilyeneket is még nagyon szívesen csinálnék. Nagyon szeretnék még zenélni, nagyon szeretnék, annyi mindent szeretnék még csinálni, és hát legfőképpen azt érzem, hogy ez, amiben most belekezdtem, ez a beszéd, hogy ez annyi új kaput nyitott ki egy csomó irányban bennem, és mint lehetőség is annyi irányban mozdulhatok még ezen belül tovább, hogy egyszer nagyon szeretnék eljutni oda, hogy egy saját metódust kialakítsak, hogy ezt összerakjam. Na, hát ilyeneket szeretnék, úgy röviden. Tudod, mi fogalmazódott meg így a veled való beszélgetés vége felé, hogy te egy nagyon életre való lány vagy, és nem jetsz meg a nehézségektől sem. Nem. Ez valami erő, azt hiszem, hogy időnként van ritkán, amikor úgy kiborulok, meg padlót fogok, de nem tart sokáig, tehát, hogy mint Münchhausen bár, úgy a saját hajamnál fogva így megrántom magam, és már kint vagyok, és megyek, és csinálom. Ez szerintem a nagymamám, tehát az apukám, anyukája, ez a paraszt vénám, vagy én nem is tudom, hogy ott menni kellett, ott el kellett gyalogolni a szódig a hátikosárral, és el kellett vinni a krumplit a piacra. Tehát, hogy ezt csinálni kell. És akkor még sok öröm is van abban, amit az ember csinál. Hát akkor azt kívánom neked így az élet közepe után következő szakaszra, hogy mindent, amire csak vágysz, kipróbálhass, és kiteljesedj abban, mert én mindig nagyon értékelem azokat az embereket, akik elindulnak egy életúton, és akkor valahol egyszer csak erejük van váltani egy más útra is akár, vagy több útra is, úgyhogy én azt kívánom neked, hogy ez így legyen. Katám, a beszélgetést itt lekerekítjük, de talán lesz az életben majd még alkalmunk újra beszélgetni. Viszont szeretnélek megajándékozni, a műsorunk támogatója a Finklub. Nagyon finom, egészséges, kívülre, belülre használható. Jaj, de jó! Természetes. Ettől vagy ilyen szép? Mert akkor remélem, hogy nagyon gyorsan én is megeszem, és magamra kérnem. Nagyon szépen. Ó, pontos, de jó! Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, és jó én egészséget köszönöm. Is már ezzel a kis ajándékkal köszönöm. Is. Önöknek is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, és így a műsor végén a Finklub filmkockáival köszönök el önöktől, hiszen hálásak vagyunk, hogy ezekkel a természetes jó dolgokkal segíti a műsorunkat is, meg a vendégeinknek is örömöt szerez. Köszönöm szépen! Köszönöm!